Módosított az idei költségvetésen a parlament, ezzel párhuzamosan pedig a jövő évi büdzsévitája is megkezdődött az országgyűlésben. Az ellenzéki pártok szerint 2022-re választási költségvetést írt a kormány. A stúdióban Varjú László. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A stúdióban. Visz egy virág csokrot jövő héten a parlamentbe? Sajnos nem kell vinnem virágcsokrot, mert Kövér László újra megbüntette képviselőtársam Jakab Pétert, megvonta tőle a szót, nem tudjuk még, mi lesz itt a folytatás. Na de jövő héten, ugye azt mondta Jakab Péter, kiírta a Facebookjára, hogy remegjen az abba, jussz, valami ilyesmit írt ki, tehát nyilván jövő héten is ki fog valamit provokálni, vagy valamit készül, tehát lehet, hogy akkor is elveszik. Hát most nagyon furcsán jött ki ez a történet, mert ugye itt szerintünk most, és talán az előző hozzászólásnál szó sem volt arról, hogy bármi bántó hangzott volna el, vagy olyan sem, amit az elnök úr akármilyen ok miatt kifogásolhatott volna. Ennek ellenére így járt el. Provokációnak tekintette. No, költségvetésről beszéljünk. Az idei költségvetést módosította a parlament a héten, hogy a Banai Péter Benő államtitkár azt mondja, a gazdaság újraindítási akcióterv, három fő csatorna, több mint 6000 milliárd, rengeteg pénz. Azt mondja a kormány, hogy a válsághoz igazították az idei költségvetést, a járvány közbeszólt. Miért nem szavazták meg? Ugye a befejezése jelenleg a vitája zajlik, várhatóan június 14-én zárul le, majd akkor lesz végszavazása. A költségvetési bizottságban, amelynek elnökeként dolgozom, ott volt ez a vita, az zárult le. Így van, a módosítóknak. És 1049 módosítót tárgyalt meg a bizottság, és ennek alapján tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, mivel lényegében egyetlen módosítását sem fogadták az ellenzéknek, ami igaz, hogy egy koncepcionális különbség van a kormány gondolkodása és az ellenzék gondolkodása között, de ebből nyilvánvalóvá vált, hogy szerintem Dobrev Klárának van igaza, ez a költségvetés kukába való, miniszterelnök jelöltként ez helyes állítást fogalmazott meg ezzel. Na de mi a gond vele? Azt mondja az államtitkár, hogy ebből 3278 milliárd forint ugye nemzeti forrásból származik, családok támogatására, otthonteremtésre, nyugdíjakra költi a kormány összesen 500 milliárd forintnyi összeget, infrastruktúra fejlesztés 820 milliárd, munkahelyek létrehozására, megőrzésére 460 milliárd. Miért nem jó ez? Tudja, az, hogy 28 ezer milliárd forintnál többet akar úgy költeni a kormány, hogy 25 ezer milliárd forintot alig meghaladó a bevétele, a kettő között óriási a különbség. Amúgy egyébként a nyugdíjak kifizetése eddig is kötelezettsége volt a kormánynak, ne legyen erre büszke. Arra lehetne büszke, ha egyébként ezt a válságot, ami most a világban és Magyarországon is tombol, ennek a gazdasági hatásait az embereknél tudták volna valamilyen módon csökkenteni. De kísérletet sem tettek rá. Mondom ezt annak alapján, hogy egyébként a 2022. évi költségvetésről úgy beszélünk, hogy a 2020-al nem számoltak el. Nem tudják elmondani, hogy például tavaly decemberben mire költöttek el 1400 milliárd forintot. Éppen most módosítják a 2021 évi költségvetést, arról is még zajlik a vita, illetve a szavazás befejeződött, ott bocsánat, és elindították a 2022-es vitát. Ez egész olyan, mint egy homokvárra épített valami, ami ráadásul még a miniszter és az államtitkár megfogalmazásában is egy olyan költségvetés, ami Magyarországot kanyarban előző autóba ülteti. Hogyha tudnának jobb költségvetést, akkor miért nem csinálnak egyet? Csináltunk. Megígérték. Bocsánat, csináltunk. Hol van? 2021-re vagy 2022-re? A módosítások azok javaslatok, nem költségvetés, amit én kérdezem, hogy alternatív költségvetés. Tehát amit mondok, pontok, mint ahogyan 2022-re is nagyon sok mindent ír az ellenzék, komplett alternatív költségvetésre gondolok. Én emlékszem rá, amikor azt mondták, talán augusztusban, hogy ha a módosításaikat nem fogadják el, akkor készítenek egy alternatív költségvetést, mert abban meg tudnák mutatni, hogy akkor hogy képzelik el 2022-t. Én úgy gondolom, hogy az 1049 módosító az az alternatív költségvetés. Összefoglalóan nyugodtan hívhatjuk így, mert hogy igazából, hogyha megnézzük ezeket tételesen, akkor elsősorban az emberekre koncentrál. Oktatásra, egészségügyre, a választókerületeknek, a vállalkozóira, és nem pedig arra a bebetonozásra, amit a kormány most csinál, és arra akar mindent elkölteni. Nagyon sok mindent ígér az ellenzék. Közgazdászok azt mondják, hogy kár ígérni. Nem kellene, mert bizony nem tudják most, hogy 2022-ben, ha nyernek, mivel találják szemben magukat. Ezt Csikán Attila mondta egyébként, őt idéztem, azt mondta, óva inteni az ellenzéket a hangos ígérgetéstől.
Hát ugye az abban igaza van a professzor úrnak, hogy az, amit a kormány csinál most, hogy túlerőlteti azokat a beruházásokat, a vadászati világkiállításról most ne beszéljünk, amiről éppen ma újabb 6 milliárd forintot adtak hozzá, hogy annyival többet fognak elkölteni, azt csak úgy zárójelben megjegyzem, hogy az annyit jelent, hogy 1 millió nyugdíjasnak adhattak volna 6000 forintnyi egyszeri segítséget abban, hogy a gyógyszereket ki tudják váltani, de most ezt tegyük félre. Tehát ez csak az emelésről beszélek ebben az esetben. Tehát olyan kötelezettségeket vállal az Orbán kormány, és olyan lépéseket tesz meg, ami láthatóan, valóban professzorral egyetértve, ez ilyen menekülő szindróma. Visznek mindent, amit lehet, és nem tudjuk, hogy majd a végén mi marad. De egy dolgot tudok, hogy ennek a kormánynak el kell számolni azzal, amikor az ellenzék kormányt alakít, azt követően. És egyidejűleg új költségvetés kerül sor, a 2022-es biztosan a kukába lehet dobni, és ott a hivatalosan, a kormányzati, akkor meglévő pontos ismeretekre alapozva új költségvetés kerül benyújtásra. Na de akkor hogy tudnak ígérni 150 ezer forintot minden nyugdíjasnak? Hogy tudnak 4 napos munkahetet ígérni? Hogy tudnak adómentes minimálbért ígérni? Hogy tudnak 5-10 ezer bérlakást ígérni évente? Nem sorolom az összes ellenzéki ígéretet, és ezek nem is a közös programból voltak, hanem szemezgettem külön-külön a pártokéból. De nagyon sok mindent ígérnek, és Csikán Attila azt mondja, hogy lehetetlen, nem tudja még ember, hogy 2022-ben mi lesz. Valóban nagyon izgalmas lesz, hiszen most különböző pártok különböző javaslatokat tettek. Jelenleg, mint tudjuk, az ellenzéki pártok készülnek az előválasztásra, illetve közös kormányzásra azt követően, és ehhez készül egy közös program. Tehát ezeket a módosítókat egy közös költségvetésben majd a megválasztott, előválasztáson megválasztott miniszterelnök jelöltnek majd összegeznie kell. Én persze bízom benne, hogy Dobrev Klára lesz az, aki majd ezt vezeti, ezt az egyeztetést, de azt kell, hogy mondjam, hogy már látjuk azt, hogy a pártoknak közös gondolkodása van abban, hogy az oktatásban, az egészségügyben mit szeretnének csinálni. És hogyha ezeknek az egyeztetése befejeződik, akkor meg tudom nyugtatni majd professzor urat. Egészen biztos, hogy az a túlköltekezés, ami erre a választási költségvetésre, amit Orbán Viktor kormánya most benyújtott, ez biztosan nem lesz jellemző, hanem az embereket figyelembe vevő, az ő érdekeiket képviselő költségvetésre kerül sor, és nem pedig egy bebetonozott költségvetés, amit a Fidesz. Meglátjuk a közös programban, elvileg azt mondták, hogy májusban kész lesz, nincs sok már hátra májusból. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.